Sziasztok! A Retro TV műsorok című sorozat 55. részében a Doris című rajzfilmet szeretném bemutatni. A Doris, vagy eredeti fordításában Doris a macska, egy brit animációs gyermeksorozat volt, amelyet Hilary Hayton készített. A mesét Magyarországon 1989-ben vetítette a Magyar Televízió 2-es csatornája hétköznaponként a Gyerekeknek című műsorblokkban több más rajzfilmmel együtt. A Doris a macska Britanniában mesekönyv formájában is megjelent. Doris egy fekete-fehér macska volt, akinek több macska barátja is volt a mesében, de valamennyi epizódban leginkább a szomszéd cicával Marlonnal láthatjuk együtt. A mese jellegzetessége volt a macskák különleges remegősen nyávogós hangja. A történetek egyszerűek és aranyosak voltak. Doriszt a 80-as évek közepén kezdték sugározni a brit televízióban. A mese egyes részei mindössze 5 percesek voltak. A rajzfilm bájos és egyszerű képi világával az egészen kicsiknek szólt.